Vendégem, Kertész Gyuri barátom, el se hinném, hogy 84 éves vagy már. Sajnos. Van beírva nekem a naptáromba, illetve a telefonkönyvemben, hogy Harangi Kertész György. Honnan van? Hát a feleségem a Harangi. Ez a kettős név, ez minek ez valami úri megoldás vagy? Hogy? Ez egy úri megoldás, hogy két neved is van? Harangi Nem. Kertész György. Nem, én azt nem használtam. Akkor csak Így én nem. provokálni akartalak, hogy mondd el egyszer nekünk, hogy a itt leghíresebb, a régióban leghíresebb Harangi mutatványos családhoz csapódtál valamikor. Erről mesél nekem, hogy hogy volt ez. Hát úgy kérlek szépen, hogy én néptáncos voltam, Balogh Sanyi bácsinál, ha ez mond ez a név neked valamit, és Fügeckiné Balogh Marinak az édesapja, és én ott táncoltam, és mikor leszereltem a honvédségtől, mert közben bevonultam 2 évre, akkor Sanyi bácsi felhívott, hogy kéne neki egy partner. Tehát egy lányhoz egy partner, és így kerültem én kapcsolatba vele, úgyhogy Sanyi bácsi ezért szinte könyörgött, hogy segítsen már ki, mert nincs partnere a Marikának, aztán így kerültünk össze. Emlékezzél már vissza nekem egy kicsit, mesél már el, hogy abban az időben, amikor nősültél, akkor a Harangi család hányféle mutatványos bódéval rendelkezett? Milyen volt? Hát ott az egész család rendelkezett, mert a fiainak is külön üzlete volt, meg külön iparja. Tudod, mikor én oda kerültem, aztán ők is megnősültek, meg... Tehát gyakorlatilag én maradtam az öreggel. Mi volt nektek? Körhinta volt? Hát lánckörhinta, gyerekkörhinta, aztán utána vettük a twistert, akkor utána vettünk egy óriás kereket, és akkor az 8 gondolás volt, majd aztán később kicseréltük egy 10 gondolásra, és hát sajnos azt elvittük ide, nem messze van egy üres terek, és télére oda betettük, és a kedves Álmos utcai szomszédok szétlopták. Ez mikor történt? Hát ez kérlek szépen, hát mikor is, hát már vagy 20 éve, vagy 18. Akkor mikor, mettől meddig tartott ez a mutatványos tevékenységetek? Kérlek szépen, elmentem nyugdíjba, utána még csináltam nyugdíj mellett, és várjál, már pontosan nem emlékszek rá, hogy mikor. 94-ben mentem el nyugdíjba, és még utána csináltam. Hát körülbelül 2010-12, így valahogy fejeztem be. Az Ápkosban valamikor a 70-es, 80-as években, amikor kezdtetek, akkor is igen? Elektromos körhinták voltak? Milyen? Elektromos körhinták voltak? Mert azért... Persze, akkor már elektromos. Hát én még arra emlékszek, hogy az apósnak először ugye régen 50-60 évvel ezelőtt akkor kézzel tolták a gyerekek a körhintát, föl volt a bórja, és akkor tolták, azt beleülhettek 2 kör. Majd aztán benzinmotorral oldották meg először, és egy Volkswagen motor volt, és azt hajtotta a körhintát. Aztán így aztán lett elektromos, de és így átalakított a pillanat. Ez a körhinták még olyan voltak, mint a nevezetes Törőcsik Maris filmben? Tehát ilyen olyan, amivel ki lehetett lökni az előttem lévőt? Olyan, igen. Hát láncon csüngött, 4 láncon, és akkor ki lehetett lökni.
Meg sem merem kérdezni, hogy történt-e valamikor is, bármikor is valamilyen baleset nálunk. Hát volt, ahol történt, nálunk hál' Istennek nem történt semmi baj. Hát most már nem is érdemes lekopogni, ugye? Hát már nem. De még az a láncszint a mai napig is mennek ezek a láncszinták. A kollégák használják, szeretik. Úgyhogy viszonylag könnyű építeni, tudod? Úgyhogy És ezt követően hogyan kezdtétek bővíteni az ipart? hát ezt utána úgy, hogy vettünk egy gyerekhintát, és utána az após átalakítottuk, szépítettük, és akkor utána én vettem egy gyerek hullámvasutat, úgymond, de hát nem vasút volt, hanem ilyen figurák voltak rajta, és akkor olyan hullámszerűen ment. Majd aztán az nem tetszett nekem, mert volt, hogy 3-4 mázsa a közepe, úgyhogy azt feltenni a kocsira, meg minden, az nem egy egyszerű feladat. Aztán következő alkalommal vége volt a nyárnak, ide a szomszédba megkértem, hogy hagyj menjek már, vagy hagyj építsem már fel ott a hintát, és akkor felépítettem a kört. Azt leültem a sínre, azt gondolkoztam, mit lehetne tenni, könnyíteni rajta. Úgyhogy aztán utána, egy hét után hozzákezdtem, és már utána, egy hónap múlva így félkézzel tudtam tenni arrébb a közepét, ami 4 mázsa volt előtte. Úgyhogy teljesen át, más rendszerűen átalakítottam. Honnan vettétek ezeket a szerkezeteket? Külföldről behoztátok? Olaszországra nagy Nem, hasonlóság. akkor még ez nem volt annyira járható út, tudod, a külföldi, mert hát a vámtételek, meg kimenni, beönni, az se volt egyszerű. Hát most már könnyű, most már hordják befelé zsákszámra az üzleteket, úgyhogy. Akkor egymástól vásároltátok a mutatványosok így? Általában igen, meg mit csináltuk? Hát Tessék. azt a gyerekhintát teljes egészében én csináltam, amire emlékszem, az az összecsukhatós gyerekhinta. Most ez bele nem tudtál ebbe, vagy ez a szakmád? Tehát lakatos vagy szerszám? Nem, én elektromos szakmám van nekem, villamos technikus vagyok, és vezető elektrikus képesítőmese, úgyhogy én inkább az elektromos. De hát figyelj, egy vezető elektrikus voltam a gyárban, ami azt jelenti, hogy egy olyan gépházban voltam, ahol a vasúti síneket hengerlik, Ez durva hengerlik. hol a kohászatban? Kohászatban. Ott dolgoztam 21 évig. És akkor kérlek szépen, egy 12.600 lóerős villanymotort képzelj el, az hengerelte a villamos vasúti síneket. És annak az elektromos ellátásáért voltam én felelős. Generátorok fejlesztették az áramot, és azzal működött ez a motor. Hát azt ott, ha nagy javítás volt, ott mindennek kellett lenni, vízszerelőnek, gázszerelőnek, villanyszerelőnek, lakatosnak, asztalosnak, tehát mindennek, mindenhez kellett érteni. Mert Mielőtt rátérnénk a konkurenciára, a Haragi jó. család milyen szertágozó volt Miskolcon a mutatványos ipar területén? Hogy érted? Mennyien voltatok a Haragi család? Tehát Hát a fiúk voltunk, aztán, hát hogy mondjam neked, gyakorlatilag három fiú és a családja volt benne annak idején, és aztán hát meghaltak, meg a másik az futballista volt, az meg nem nagyon volt ebbe. És aztán utána egyedül maradtunk az apossal. és konkurencia volt egy. De akkor annyi konkurencia nem volt itt, mert azokat én megpróbáltam rábeszélni finoman, hogy
Én nem megyek az ő területekre, ő se jöjjenek ide, úgyhogy megoldottuk rugalmasan. Értem, értem. Egyébként Inkább a hatóságokkal volt probléma, nem tudom, emlékszel rá, hogy ne, hogy... éppen erre akartam rákérdezni, ugyanis sűrűn találkoztunk, hogy valahogy Hát igen. az Ákosba valahogy nem nagyon értékelték a tevékenységedet, és mindig Nem, nem. a Majális Parkból tiltottak ki, hol a belvárosból, valahonnan mindig Igen. ki voltál tiltva. Ki? Szó szerint. Nem tetszettünk a hatóságnak. Nem tudom miért, mert viszont akkor, mikor volt egy május első, vagy egy juniális, vagy valami, ők voltak az elsők, akik jöttek, és tetszett nekik, meg minden. Itt inkább a helyjel volt probléma. Hogy rontjuk a városképet, ez volt a fő, meg ez volt a fő indok. Emlékszel arra az időszakra, amikor itt ilyen nagy elánnal kezdte a városfejlesztés beharangozni, hogy lesz Miskolc a vidámpark? Hát igen. Én Én... emlékszem olyanra is, István, hogy repülőtér lesz, meg hajóállomás Miskolcon. Gondolom, te is emlékszel erre. Persze, persze, persze. Ugye? Persze. Hát itt vannak olyan fejek ebben a világban, hogy kitalálnak olyan bölcségeket, hogy szörnyű. Hát... Volt egy-két szép nyarunk a 80-as években, amikor célövöldével és hogy nevezik ezt a körvasúttal együtt kitelepültél a Junó mellé. Igen. Hát az úgy történt, hogy itt ugye úgymond üldöztek a hely miatt minket, és aztán én felkerestem egy annak a tulajdonosát. Először a kapuval szembe, a bejárattal szembe kibéreltük, de ott nem láttak minket nagyon jó szemmel, és akkor én megkerestem Pesten ennek a teleknek, na most már jól vagy, eddig csak félig láttalak. De látom mögöttem egyébként a hintákat. Látom, igen, látom. Persze, És akkor kérlek szépen felkerestem ezt az illetőt, aki annak a sarki teleknek a tulajdonosa volt. És akkor én kibéreltem tőle ezt a telket. És akkor egy pár évig béreltem, utána meg megvettük, úgyhogy már utána nem tudtak velem mit csinálni, pedig akkor is volt, hogy ott dolgozunk, és egy fontos ember elment ott a kocsival, és utána vissza, megnézett minket, és akkor most nem akarom mondani a nevet, és mondhatod, kérlek mert szépen, már nem él. hogy? Nyugodtan mondhatod, mert már nem él szegény. Hát igen, akkor meg tudod, kiről van szó, de aztán hogy hívják ott, hogy mondjam, hát azért a Vantal Gyuszit küldte rögtön a kocsival, hát tudod, hogy ő volt akkor a ismerem, közterület, Gyuszi egy rendes ember. és küld persze, és akkor, hát ő nem tudta azt, hogy én a tulajdonos vagyok, úgy mondott, és akkor mondta, hogy hát most kaptuk a reggel 8-kor rögtön, pakolja össze, és el kell menni. Na, szóval. Érted, azt mondom, hogy ez, hát ne. Hát akkor azt mondja, tegyen már meg, hogy adjak neki egy adásvétel szerződés, hogy bemutassa ezen. Na így, hogy aztán így megúszta. Ez volt, Gyurikám, az az időszak, amikor nagyon szerettük a lángost, és ki nem álltuk a lángosítőket. Szó szerint. Így volt, úgyhogy. Mert én tudom, hogy ez egy szórakoztatási lehetőség volt a gyerekeknek, hiszen lányommal is, hogyha jöttünk hazafele Tapolcán, éppen abban az időben ott laktunk kint, akkor mindig megálltunk nálad. És lőhettünk. Emlékszem. Mert ja. Ezt nem mondtad, hogy volt, mert még céllövöldétek is. Volt céllövölde is, aztán utána csináltam a céllövöldével játéktermet, akkor még divat volt ez a videójátékok, hoztam olaszból gépeket, tudod, mert akkor volt már lehetőség, és akkor
Hát végül is ott egy darabig békén hagytak, de mindig jött, volt egy újságíró, már nem tudom a nevét, az foglalkozott velünk mindig, annak ott lakott az édesanyja fönt valahol, és azt ő zavarta a zene. Írt az Nem én újságba is. voltam, nem én voltam. Ne? Nem én voltam, De úgyhogy. biztos, te tudod, kiről van szó. Persze. Na mindegy, hát aztán... Gyurikám, azt szeretném még kérdezni, hogy ugye ebbe a céllövöldébe a pálcikákra föl voltak fűzvei ajándékok. Azokat honnan Igen. vittétek? De az Pesten volt, van nem is egy ilyen, hát most még van-e, nem tudom, de biztos van. Akik csak ezzel foglalkoztak, egy mutatványos eszközöket árultak. Szurkapálca, ráfűzhető ajándékokat, kártyát, meg mit tudom én, micsoda, és akkor onnan vettük be. Felmentünk oda, és akkor egy két zsákkal hoztuk, és akkor ide. Hát régebben meg a szegény anyósom, megvettük ilyen csupasz babákat, még mai napig is van opadon, és akkor ő azt csinálta, hogy egész nap a babákat díszítette ilyen szivacsal, meg mit tudom, gyönyörű szépeket tudott alkotni, és akkor azt lövöltözte. Na most Ilyen ez is. tanúk előtt erősítsd már meg nekem, ugye rettegtetek tőlem, olyan jól lőttem célba, nem? Mit? Olyan rettegtetek tőlem, mert annyira precízen lőttem, nem? Nem értem, hogy mondod. Mondom, hogy rettegtetek tőlem, mert annyira jól lőttem, hogy az összes similabdát Ja, lőttem. igen, így már értem, igen. De Összes hát similabdát. sokan vannak úgy, hogy biztos olvastad te is ilyen, hogy hívják ott, hogy beáztatjuk a pálcát, meg ilyen blödségeket találtak ki az emberek. Hát gondolj bele, hogy 10 méter széles volt az a lövölde. Hát most én leszedem onnan az árut, ott több száz. Hogy most azt áztasd be, és utána ragd vissza az árut több százat. Ki csinálná meg ezt? Mikor? Luska voltál. Á, nem, hát ez butaság. Hát az emberek 99%-a nem tud lőni. Érted? Hát Van én az a... 1%-ba tartozom, úgyhogy. Van egy pár, aki nagyon tud, de kevés. Akkor egyszerűen Úgyhogy... csak azt csináltátok, hogy elállítottátok a puska csövét? Á, fenéket. Minek? Nem? Én nem... Nem. Fölösleges lett volna. Nem Fölösleges. mókuskáztatok. Hogy? Nem mókuskáztatok. Nem, hát nem volt értelme. Hát nem volt értelme. Hát úgy se tudta lelőni sok. Úgyhogy hát nézd, akinek sikerült, az Igen. Olyan nem legyen. volt, hogy a kedves feleségedet vagy téged eltaláltak? Dehogy nem. Volt nyáron ilyen ing nélkül, azt itt a hátamba belelőtt, míg én csináltam az árut, addig hátulról belém lőtt. De ez kész akarva szerintem. És Direkt. aztán volt olyan egyszer a stadionnál, hogy még akkor ezek a barna 50 forintosok voltak, és akkor, mikor lőttek, ide raktam az 50 forintost, úgy jöttem vissza, hogy ne kelljen forgolódjak, tudod? És akkor ez húsvétkor jött egy, hogy mondjam, ilyen szürke rokon, és egy csaj, kis csaj, és akkor lőtt. És akkor azt mondja, hát ő 50 forintost adott, vagy százast, mit tudom én, azt elővett, hogy nincs benne, olyan százas nincs is benne. Na, mindegy, visszateszem, került, fordul, morog, és a háta volt, háta mögött volt a férje, vagy mit tudom én, élettársa. Egy ilyen nagy darab, 100-120 kilós izé. És akkor kérlek szépen a csaj megfordult, kért megint egy lövést, és akkor így rám fogta a puskát, és szememnek, hogy adom pénzt, vagy nem adom.
Képzeld. És akkor mondom, miért adnám? És akkor elkapt és le akarta tépni az ingemet a pénzzel együtt, tudod? De olyan szerencsém volt, hogy akkor volt ott még szerintem ismerted is, de most nem jut eszembe a neve, az ilyen árus volt, és akkor ezek meglátták, hogy mi van, és akkor a hátam mögé ment, és akkor engeded el! És akkor így megúsztuk. Hát vannak. Térjünk vissza egy kicsit ez a gyermekhintára, hogy mondják azt, ilyen, volt ilyen ló, meg rendőrautó. Karuszel. Nem maradt semmi már ezekből neked? Minden sikerült kiárusítani, eladni? Nincs, hál' Istennek, mikor abba hagytam, 6 perc alatt, még le se jöttem a csanyékból, már a felét eladtam. Nagyon jól sikerült, mert nem tudtam volna vele mit kezdeni, érted? Mikor volt az, amikor megszabadultál mindentől? Hál' Istennek, majdnem mindentől, igen. Ilyen is, hogy mikor volt? 1900? Hát én pontosan nem tudom a dátumot, de... 1000 forduló előtt? Hát inkább az a körül. Igen, az 1000 forduló. Igen. Mert tudod, az van, hogy ezeket annó nem kellett rendszám, meg semmi. Érted? Útvonal engedély, meg semmi ilyenek. Az volt olyan papírunk a belügyminisztériumtól, hogy mi az eszközeinket vontathatjuk, meg mindent. Na most aztán utána bejött a krak, hogy mindegyiket le kell vizsgáztatni. És évente vinni vizsgára. Na mondom, hát ez nekem már nem való. Meg a másik bejött a közterületfoglalás. Azelőtt ugye leálltam az utcába, a kapu elé, vagy akár, és nem hozza az oldám a kutya se. De már akkor ezt nem lehetett megtenni. Érted? Úgyhogy ezért is úgy döntöttem, hogy na, minden menjen a portáról. Hál' Istennek a gyerekhintát is ott felrakták egy trélerre, elvitték 400 kilométerre, hogy még a szívem se fájt, hogy látom, érted? Megkönnyebbültél. Meg, szó szerint meg. Hát gondolom, hogy a városban gyakran megfordulsz, látod, hogy ott a tehermentesítő úton, milyen út, a népkert mellett, ott a temetőnél még mindig van egy-két mutatványos. Nem szoktál érinteni rájuk, vagy nem gondolod azt, hogy esetleg miből élnek? Most már nem lesz, mert megvették a felét valaki, és kerítést csináltak, most már nem fognak elférni. Érted? De nem tudod, hogy ők kicsodák? Hát hogy ne tudnám. Nagyon jó barátok. Szikszói születésű Stumpf család. Nem tudom, ez mond-e neked valamit. És nagyon rendesek, úgyhogy nincs velük probléma. Hát meg én már szinte minden helyet, meg mindent átadtam nekik, mikor én ezt befejeztem, mert már nekem nem volt érdekem. Akkor még csak annyit, hogy egy különös életmódot folytattál, hogy azt mondja, a szezon az tartott tavasztól őszig, ugye? Igen. És akkor télen mit csináltatok? De én egy jó ideig télen is dolgoztam úgy, hogy amikor még nem volt meg a McDonald's, meg a benzinkút, akkor ott álltunk, ha emlékszel rá. Igen. És akkor én télen is kiártam. Kinyitottam, egy darabig nyitva voltunk, a gyerekként a céllövölde, és nézed azt a kis apró pénzt, ha a kajára megtölhettük. Úgyhogy de itt volt. Nyáron kellett megkeresni a télire valót, nem? Hát igen. Hát csak nem mindig jött össze. Mert volt olyan, hát meg ez is szerencse kérdése. Hát voltak ezek a kocsonyafesztiválok, tudod? Igen. És akkor, hát én az Editkével össze
barátkoztam, és így ő hívott el először, és hát volt nekem egy kis lövölde is, amit csináltunk, és például a színház udvarára kellett beállni, és olyan szerencsétlen voltam ilyen értelemben. Fél méteres hó esett. Akkor utána a öt hívják, nem a színvánál kellett voltunk megint, és hát jött a, hogy hívják, a lilafüredi bál. Most megint... Arra emlékszem, elvittem a főnökömet oda, és ugye a szemükre volt tekintettel, azt mondtam, hogy Gyurikám, a főnököm szemüveges, de minden lövés után egy pálcának le kell esni. És te teljesíted a kérését. Ja. Azóta dicsekszik, de egyébként azóta már vadászik is. Ja, hát igen. Úgyhogy akkor is minden alkalommal esett nagy hó, érted? Alig tudtam felmenni lőlefüredre. De aztán mégis megtörtént, hogy... Ott lehetett békákat is lőni. Most meg már mindig olyan gyönyörű idő van, érted? Hát azért mondom, hogy évekkel ezelőtt mindig hó volt. Meg fagy. De hát oda muszáj volt felmenni, hát az összes nagy ember ott volt. Hát még a miniszterek is ott jöttek nálam, mert a teraszon álltam a izébe, a lilafüreden. Tudom, úgyhogy... a tárgyűlés elnöke is ott volt. Úgyhogy... Szíri Katalin is ott volt. Ott volt, Szirénában. Meg sok más. Igen. Érted. A Szivacsolában úgyhogy... meg ott voltam, Egyesi Péter. Úgyhogy aha. Emlékszünk rám. Gyurikám, van-e valami szép emléked még ebben a mutatványos korszakban? Én nekem meg nem jutott eszembe, hogy megkérdezzem. Mit? Van-e valami szép emléked a mutatványos időkből, amit nem kérdeztem meg? De... Hát szép volt, érted, mert, hogy mondjam, én ugyan nem jártam azért ilyen búcsúkra, meg nagyon keveset voltam még az apóssal annó, mikor még. Én rájöttem, hogy nem érdemes, mert és így kerültem Tapolcára végül is, hogy egy helyen építés, bontás, idegesség nélkül minden nap kinyitsz, mindig azt a kicsit összeszeded, azt majdnem ott voltál, vagy ott voltál, ahol elmentél volna búcsúba, mert búcsúba nagyobb pénzt keresel, de ára van. És akkor így aztán a stadionnál is volt ott hely, oda is el tudtunk menni. Sanyi. Meg utána fölmentem a Vadas Parkba, de hát ott kikezdtek. Kikezdtek úgy, hogy... Azt mondták, hogy tájidegen vagy. Hát rontottuk ott is a városképet, meg valakinek az érdekeit, tudod? Értem. Van, akinek fel is jelentettek. Én kértem, hogy vedd fel egyébként a legszebb ingedet, de egyébként jól mutattál abban a fehér atlétában is. Tényleg ugye? Mind a hintás legények. Hát igen. Végül is azok voltunk. Oltás előtt van a család, ugye? Hogy? Oltás előtt vagytok, még nem kaptátok meg a vakcinát. Nem. Hát a mamának lett volna most esélye, de a fogászatom volt, és mikor hívták, én meg helyette nem akartam nyilatkozni, mert ez az ő problémája. Én meg még ott. Elszúrta. Te meg fiatal ember vagy, 84 évesen még ráérsz. Gyurikám, örülök, hogy láttalak, így masz nélkül. Én is jó barát. Feleségednek kész csókom, minden jót. És ha megengeded és hozzájárulsz, akkor ezt a beszélgetést megörökítem írásban is, és följön akkor a portálomra. Jó? Szervusz! Szervusz! Puszilom a családot, a lányodat is, unokádat. Én is mindenkit. Szervusz! Szia István! Köszönöm.